Díszőrség kíséri a Szent Korona másolatát a nagyecsedi református nagy templomba. 400 évvel ezelőtt az egykori ecsedi várban őrizték a magyar államiság egyik legfőbb jelképét. A jubileum alkalmából szervezett megemlékezésen elhangzott, Nagyecsed a megyei értékek megőrzésében kiemelkedő szerepet tölt be. Nagyon fontos az, hogy mindig legyenek olyan zászlóvívők egy-egy közösségben, legyen az egyházi közösség, legyen az egy település, legyen az akár egy megye, aki ezt a küldetést úgy magáinak tudja, és ezt a zászlót viszi magával, és át is tudja adni az utánuk következő nemzedékeknek, hiszen ez a megmaradásunknak a záloga. És ezért nagyon fontos az, hogy ma itt van a Szent Korona, itt van Nagyecseden, és nekünk pedig egy feladatunk van, hogy valóban azt a történelmi feladatot, amelyet kaptunk, azt tűzzük ki a zászlókra és vigyük tovább. A konferencián az is elhangzott, a régiek úgy tartották, ahol a Szent Korona, ott az ország fővárosa. Ezért Nagyecsed 1621. júliusától fél éven át volt hazánk központja. Kovács Lajos polgármester hozzátette, nagyszabású régészeti kutatást tervez az önkormányzat, melynek célja az egykori várfalak feltárása. Az előkészületek során feltérképezték az ecsedi vár pontos nyomvonalát. A területi operatív programoknak lesz egy jelentős turisztikai fejezete, és ebben a turisztikai fejezetben szeretnénk mi szerepeltetni, attól függően, hogy mekkora forráshoz lehet majd hozzájutni, ezt most még nem tudjuk pontosan, de nyilván, ha kell, akkor ütemezve, hogy első ütemben kifejezetten egy régészeti kutatás, és hogyha amennyiben ez beigazolja ezeket a kutatási eredményeinket, akkor értelemszerűen azt követően akár egy infrastrukturális projektet is ráépítenénk erre, amivel a volt ecsedi vár alapjait, amennyiben megtaláljuk, azt a föld fölé fölhozva, a valós alapokra, valóban az ecsedi várnak legalább egy sziluett-szerűen, vagy egy várfal, részleges várfal-szerűen tudjunk egy turisztikai attrakcióként megjelenni a térségben. A koronát 1621. július 1-től fél éven át őrizték az ecsedi várban. Németh Péter történész volt az, aki egy más témájú kutatása során véletlenül bukkant rá a Szent Korona Ecsedről való elszállításának pontos dátumára. Ebben a debreceni kalendáriumban, ebben a nyomtatott kalendáriumban ott van dátumszerűen, hogy 1622. február 22-én vitték el innen, és március 8-ára érkezett a korona vissza a Kassára, aztán majd utána tovább Zólyom várába, ahol ünnepélyesen átadták a Magyar Királyság képviselőinek. A 400 éves jubileum alkalmából a város helytörténeti gyűjteményének épületén emléktáblát is elhelyeztek. A hagyományőrző rendezvények szombaton az Ecsedi Láb Fesztiválon folytatódnak.